Sok szeretettel köszöntök mindenkit az ATV YouTube csatornáján. Egy különleges kezdeményezést indítunk el. Elhívtuk Resperger Ezredes urat, a Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének katonai tanszékének vezetőjét, hogy beszélgessünk és mutassuk meg térképeken, illetve elemezzük ki, hogy milyen fegyvereket használ az ukrán hadsereg, milyen fegyvereket használ az orosz hadsereg, illetve elemezzük ki a jelenlegi helyzetet, hogy éppen most mi történik a felvétel ideje alatt. Én azt gondolom, hogy a legfrissebb információkat hozta el. Amikor megbeszéltük ezt az interjút, akkor hihetetlenül sokat dolgozott és a legaktuálisabb térképeket hozta el, illetve hogy milyen eszközöket kap Ukrajna a különböző európai országoktól, vagy például az Egyesült Államoktól. Ez is egy nagy kérdés, illetve hogy milyen összegben, nem is tudom, hogy lehet-e mondani összegeket, hogy mekkora összegekről beszélünk itt. Lehet mondani, a legutolsó összeg 3,8 milliárd dolláros támogatás volt. És ha ezt összeadjuk, hogy eddig mennyit kapott Ukrajna fegyverzeti szempontból? Az összes adatunk van meg, körülbelül eddig a háború 320 napja alatt körülbelül 21 milliárd dollárt. 21 milliárd dollárt kapott csak fegyverzetben. Ez fegyverzet és humanitárius segélyek is vannak benne. Mindjárt kitérünk pontosan, hogy részletesen milyen fegyvereket, és majd szépen beszélünk azokról, hogy ki, mikor, hol lő. Rengeteg térképet hoztál, végig is fogunk menni rajta, elég aprólékosan, hogy éppen hol mi történik. Mit láthatunk az első térképen? Az van ráírva, hogy orosz-ukrán konfliktus. Azt láthatjuk az első térképen, hogy a háború ötödik fázisában vagyunk, ez egy felőrlő háborúvá alakult jelen pillanatban. Azt lehet elmondani, hogy a déli front szakaszon ugye az oroszok védelemre rendezkedtek be, miután kijöttek a herszoni régióból. Átjöttek a folyón. Így magyar. Van, tehát a folyó az egy jó fizikai akadályt képez az ukrán csapatok támadásának a megakadályozására. Bocsánat, a zöld alakulatok, azok az ukrán alakulatok, a piros az orosz. Jóval több zöldnek tűnik, mint piros, de mégis sokkal többen vannak az oroszok. Jól mondom? Jelenleg még nincsenek sokkal többen, hanem ez alakulni fog a mozgósított csapatoknak az odavitelével. A második régiónk ugye az a Donbass térsége, ahol az ukrán haderőnek a fele csoportosul és próbálja megakadározni a Donyecki és a Luhanszki megyéknek a megszerzését. A második képen láthatjuk azt, hogy milyen arányok vannak. Az ukrán haderő jelenleg egy 350 ezer fős haderőt tesz ki. Ebből ezek a kék bekarikázott részek, hogy hol csoportosulnak? A nagyobb csoportosításokat mutatják, közel annyi harckocsia van még, mint a háború kezdete, akkor ez 1200 volt. 2200 páncélozott szállító harcjárművel, közel 600 tüzérségi eszközzel rendelkezik. Jól látható a csoportosításon, hogy a korábbi 10 dandár helyére, ami 30 ezer ember volt korábban, most 150 ezer ember csoportosítottak át, hogy meg tudják akadályozni az oroszok támadását. Ez itt abszolút a keleti régiót jelzi? Ez teljesen ezt jelzi. Ugye itt az ukránok főleg védelemben, és több lépcsős védelmet alakítottak ki. Az orosz haderő jelenleg körülbelül 200 ezer fő a hadszíntéren. Ehhez érkezik majd még be az első mozgósított részleg, közel 220 ezer ember még. A továbbiakban is szeretne Putyin mozgósítani, az további 300 ezer ember, tehát az ember létszámban az oroszok próbálják sokkal nagyobb erőket mutatni. A továbbiakban azt látjuk, hogy ugye az északi régió részén a belorusz irányból lekötő erőket alkalmaznak az oroszok, hogy minél több erőt vonjanak el az ukránok a déli és a keleti frontról. Amit most mondasz, ezredes úr, és már bocsánat, de tegeződünk, mert tényleg ezer éve ismerjük egymást, akkor most nagyon kiegyenlítettnek tűnik, pedig annak idején, amikor elkezdődött a háború, egyértelműen lehetett mondani, hogy 15-ször, 20-szor nagyobb az orosz haderő létszámában, emberlétszámban, technikában, légierőben, harckocsiban. Na most, amit most elmondtál, ez egyáltalán nem látszik, ez az óriási különbség. Igen, most egy álló háború alakult ki, főleg a részeken, hiszen ha megnézzük a hadi jelentéseket, a Bakhmut nevű város december óta olvassuk, hogy szeretnék elfoglalni, de iszonyú mély védelmi rendszer van ott, megerődített körzetek, aknamezők, tehát iszonyú vesztesége van mind a két félnek. Akik itt harcolnak a Donbaszban, azt elmondhatjuk a nézőknek, hogy ezek a dandárok, akik 3-5 ezer fős dandárok, ezek
50-70%-os veszteségeket szenvedtek, hiszen olyan mennyiségi tüzérségi tűz van mind a két oldalon. Ez azt jelenti, hogy több száz ember hal meg tulajdonképpen napi szinten. Igen, azt lehet mondani, hogy a júniusi adatokhoz képest háromszor annyi halott van mind a két oldalon heti bontásban. Ez napi bontásban 5-800 halottat jelent, és háromszor ennyi sebesültet. 5-800 halott, ez hihetetlen nagy szám. Ez hihetetlen. Igen. Ezt ugye szorzom kettővel a két hadseregnél, ez azt jelenti, hogy 1000 ember plusz 3-4000 sebesült minden egyes nap. Hogy ez logisztika, sebesülteket el kell szállítani. Ugye igen. Az ukránok valószínűleg Kijev környékerét, a legnagyobb városokba viszik, amik ugye biztosan el lehet, az oroszok megviszik szintén keletre. Ugye, tehát nagyjából ez történik. Ugye a háborúban a legfontosabb egy sebesülésnél az úgynevezett első aranyóra, hogy az első órában az adott sebesült eljut egy orvosig, utána egy tábori, majd egy normál kórházba. Mondjuk még erről a képről valamit, vagy lépünk tovább? Nem. A hat szintére még egy változás állt be, a korábbi parancsnokot Szuvorovkint felmentették, és egy kézbe került Gerasimov hadseregtábornok kezébe. Ő az, aki a vezérkar főnöke is, és most a hat szintér parancsnoka is. Így lerövidült a parancsnoki lánc, amit Gerasimov akar, rögtön meg is tudja valósítani. Hadseregtábornok, hogy gyorsan elmondom, hogy ez az orosz rendszerben 5 csillagos tábornoki így rendszer van, bár itt nem látunk rajta 5 csillagot, de valószínű ez az egy darab nagy aranycsillag, ez a magyar rendszerben ez 5 csillagnak felel meg, Magyarországon senki nincs 5 csillagos nincs. Tábornok. Ezt valójában kemény tankosnak hívják az orosz kollégák, hiszen ő... Kemény tankos? Igen, mert ő úgy kezdte a pályáját, hogy egy szakközépiskolát végzett honvédelmi tagozaton, Kazanyban páncélos katonai főiskolát végzett, elvégezte a Malinovszki páncélos katonai akadémiát, majd ezt követően a vezérkari tanfolyamot, különböző körzetek parancsnoka volt, és így koordinálja most az egész haderőt, hogy még hatékonyabban együtt tudjanak működni a lövész, a harckocsi csapatok, illetve a haderőnemek, a légierő és a szárazföld, hiszen ez nagyon fontos egy. De ő mindenképpen szárazföldi tábornok, tehát szárazföldi alakulatnak. A gondolkodása igen abszolút egyértelmű. De egyébként látszik is, hogy ugye mindig beszélgettünk róla, hogy nekem hiányzik a légierő használata, sokkal kevesebbet használják, mint ahogy a modernkori háborúba szokták, és ez itt be is bizonyosodik, hát az állóháború. Megyünk tovább. Igen, láthatjuk itt az elfoglalt orosz területeket, ez a világos pirossal, sötét pirossal és a sötét színnel, és azt szerettem volna ezzel jelezni, hogy a fekete rész, ez a HIMARS sorozatvetőkkel belőhető rész, ugyanis ezekhez a rakétákhoz az ukránok kaptak 70-80 kilométeres mélységig eltüzelő rakétarendszereket. Ez az ukránoknak. Ez az ukránoké, pontosan. És azt is nagyon jól lehet látni, a műholdak is felderítik, hogy hol a legsűrűbb a lövés, általában Herszon környékén, illetve a Donbass térsége. Ez hőtérkép, ez azt jelenti, ez hőtérkép, hogy itt tulajdonképpen állandóan ég valami, és állandóan robbanások vannak, ez hihetetlenül árulkodó jelen. Arányaiban azt tudom elmondani, hogy az oroszok napi 100 000 lövést adnak le 100 mm fölötti eszközökkel, az ukránoknál ez az egyharmada körülbelül 20-30 000, de nagyon jól látszik a térképen, hogy a harcok súlypontja, azt itt szeretnék eldönteni, Kramatorsz és a Donyecki medence irányába. Az oroszok, amit még alkalmaznak a tüzérségen kívül, az Iskander rakétát látjuk, ez egy ballisztikus rakéta. Ennek az erről beszélünk. Jellegzetessége pontosan, hogy körülbelül 800 kg robbanóanyaggal és 400-500 km-es hatótávolsággal rendelkezik. Ebből a típusból és a Kalibr haditengerészeti manőverező robotrepülőgépből Ukrajnára közel 3000 ilyen rakétát lőttek ki eddig az oroszok. Ezt földről is tudják indítani meg, akkor ez, hajóról is? Ez földről is, igen, a Kalibr pedig haditengerészeti, az különböző hajókról indítható. Ami nekem a legjobban kiszúrta a szememet, és látom, ezt is akarod mondani, hogy 6-7 mag sebessége repül, csak mondom, a magyar vadász repülők, pilóták 1 mag sebessége repülnek, tehát ez 7-szer gyorsabban megy, mint egy F-16-os vagy egy Gripen. Ez azt jelenti, hogy hihetetlenül gyorsan és hatalmas. Kilotonnába szoktuk mérni a hatását az ilyen... Hát ugye itt csak 800 kg hagyományos robbanóanyagot tud vinni, de ennek a hatása ugye egy-egy zászlóaljra, dandárra elég jelentős, illetve hát most már a kritikus infrastruktúrát is ilyenekkel lövik az ukrán félen.
Viszont a céltól való eltérése is érdekes, hogy egy régi rakétáról beszélünk, és nincs 10 méternél nagyobb távolság, ha célra vezetik. Hihetetlenül pontos, akkor ez azt jelenti. Igen. Na nézzük a rakéták számát, mert erre kitértünk, hogy ki mennyi rakétát használt el eddig. Segíts megérteni a színeket. A színek mind az orosz rakétatípusokat mutatják, hiszen a hírszerzés folyamatosan figyeli, hogy körülbelül milyen készlettel rendelkezett Oroszország a háború megkezdésekor. És nagyon jól látszik, hogy az Iskander készletből már csak egy 13%-nyi van meg, illetve a Kalibból is már több mint a 60%-át ellőtték. Amire nagyon vigyáznak, az a Kinjal, ez a hiperszónikus rakétájuk, ebből még nagyon sok a rendszerben van, illetve amit tudni kell, hogy havi 40-60 precíziós rakétát tud csak jelenleg Oroszország gyártani, tehát ez jelentősen visszaesett, tehát a háborút majd ezzel a maradékkal kell befejezniük némi növekedéssel. Ezek a legprecízebb rakéták, jól lehet látni. Mi van a kisebbekkel, amiből például rengeteg van, ez az S-300? S-300-as, ez ugye légvédelmi rakéta, ez 3-4-500 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik. Ezekből is nagyon sokat elhasználtak, hiszen az ukrán hadsereg drónjait, a hírhet Bayraktar drónokat, illetve a török drónokat ezekkel próbálták meg semlegesíteni. A haditengerészet itt látjuk, illetve a repülőgépről indítható típusokat, ezekből is jelentős fogyás van, több mint a fele elfogyott. Tehát hosszú távon ezért is inkább a tüzérséget használja Oroszország, hogy tartalékolja a precíziós fegyvereit. De hozzáteszem még azt, hogy azt mondtad, hogy most kb. 200 ezer vannak a fronton, nem sokára megérkezik még 220 ezer, plusz utána még 300 ezer, tehát ez azt jelenti, hogy ez 7-800 ezer ember, majdnem 1 millió embert fog oda vezényelni. Van megint egy ilyen, régen beszélgettünk róla, meg azt szokták mondani az oroszoknál, hogy az emberélet nem számít. Ez most is így van, hogy akkor inkább toljanak bele rettentő sok embert egy idő után, úgyis elfogy az ellenfél lőszere? Egyrészt a lőszere, másrészt a másik oldalon is van veszteség. Az orosz hadászati elvekben benne van, hogy például, ha van egy zászlója, amiben van 40 harckocsi, azzal addig kell támadni, amíg a kétharmada el nem fogy. Csak akkor vonják ki az adott alegységet. Tehát, ha 1000 emberen van, akkor ha 6-700 fő meghalt, akkor lehet kijönni az arcvonalból, a feladatot teljesíteni kell. Ez a parancsuralmi rendszernek a jellegzetessége. Hát elméletileg az... magyar hadseregben is parancsuralmi rendszer igen, van. Igen, csak ugye a hadviselést lehet úgy végezni, hogy egyrészt ezt a parancs irányultságot, hogy végrehajtok mindent és megcsinálom. Minden áron? Minden áron, minden veszteség áron. A másik, amit az ukránokra kiképezték a brittek, az amerikaiak, ez az úgynevezett mission command vagy feladat irányultsága, amikor próbálja a feladatot úgy megoldani, hogy a lehetők legkevesebb veszteséggel és jó kezdeményező készséggel. Ebben nagyon jók az ukrán alegység parancsnokok, a szakasz, század, zászlói parancsnokok. Most is vannak kiképzések, nem? Tehát nem csak Németország, Amerika is folyamatosan képzi az ukrán hadsereg bizonyos erőit, alakulatait, embereket. Ugye volt az a kritika, hogy 12 hetes kiképzés megcsinálnak 6 hét alatt. Igen. Hát egyrészt ugye külön kell választani a különböző NATO eszközökre való kiképzést. Ezekről majd szeretnék beszélni a Patriot rakétánál. A gyalogos kiképzés volt a rákfenéje az ukrán haderőnek, hiszen nagyon sok embert mozgósítottak, és ezek 4-6 napos kiképzést kaptak. Ezért ajánlották fel az amerikaiak, az Európai Unió is most már, illetve főleg a brittek, közel 20 ezer embert képeztek ki egy gyalogos képzésre, hogy a túlélő képességüket növelni tudják, hiszen azért, aki bejön mondjuk civil gépkocsi vezetőként, az azért nem úgy kezeli a fegyvereket. Menjünk tovább. Segélyek. Ugye, ha megnézzük elég összetett ábrat, hogy... az első részét az ábrának, akkor jól látszik, hogy Afganisztánt 20 év alatt közel 80 milliárd dollárral segítette a világ. Itt eltelt körülbelül egy év az ukrán-orosz háborúban, itt 21 milliárd dollárt tettek bele a különböző országok. Egyrészt csak Amerika 9,1-et, a többi ország pedig 12 milliárd dollár. 12 milliárd.
Tehát nagyon jól látszik, hogy nagyon jól ellátták Ukrajnát. Várjál, ne szaladjunk el, itt látszik, hogy ahogy a hónapokkal előrébb megyünk mennyi, de ez igen, azt jelenti, hogy Amerika majdnem annyit adott, mint az összes többi. Itt hirtelen azt mondom, hogy NATO országok, de ugye nem mind, van olyan is, aki nem NATO ország, de mégis adott. De ez azt jelenti, hogy a kettő együtt 21 milliárd dollár, de nézzük a legnagyobb donálót. Ország az Egyesült Királyság, az Európai Unió ugye külön elfogadott igen, egy támogatást. És főleg Lengyelország. Ugye? Lengyelország, Németország, Kanada, amit ide kijelöltél, akik hihetetlen 1,8. Igen, majd mutatjuk a fegyvereiket, ugye Lengyelország volt az, aki 272 darab T-72-es típusú harckocsiját adta át Ukrajnának a harcokra. T-72-es ugye azért érdekes, mert régi szovjet technika, tehát az ukránoknak biztos, hogy van alkatrészt, azt nagyjából igen, tudják is használni. Megvannak még ezek a T-72-esek, vagy szétlőtték őket az oroszok? Megvannak, hiszen ezek jelentős része most ebbe az állóháborúba még nem került alkalmazásra. Vannak kilövések drónokkal, de már nincs olyan tömeges harckocsi veszteség egyik oldalon sem. Beszéljünk egy kicsit még mielőtt a lengyeleknél tovább menjünk. Most ajánlották fel a lengyelek, hogy egy zászlóanyi leopárd harc. Egy 12 darab leopárd. Én 14-et olvastam. A4-es. Igen, ez egy régebbi típus, amit most Magyarország is az átképzésre használ. De ezt most odaadják a... Szeretnék odaadni, de ehhez még ugye kell a német hozzájárulás, mert ezek német fegyverek. Ugyanígy van Finnország is, szeretne ilyen fegyvereket átadni, Spanyolország is, de német ezt mondjuk hozzájárulás... el a szabályokat, hogy az egy dolog, hogy van valakinél egy tank, de minden egyes fegyvervásárlásnál van az a szabály, hogy csak akkor lehet továbbadni harmadik országnak, ha a gyártó ország hozzájárul. Illetve ezek a fegyverek csak akkor érdekesek, ha odaadják Ukrajnának, hogyha van hozzá elég lőszer. Tehát egy darab tankban van azt hiszem 14 darab vagy 20 darab lőszer. Na most ez egy szép dolog, hogy kilőnek 20-at, de ha nem érkezik állandó utánpótlás, tehát igen, több száz vagy több ezer lőszer, amit utána ki tud lőni a leopárd, akkor igazából teljesen értéktelen, akkor csak egy darab vas. Illetve hát az átképzési időket ne felejtsük el, egy normális harckocsi kiképzés vezetőnek legalább 2 hónap, a töltőkezelőnek, az irányzónak és a parancsnoknak, hiszen ezek teljesen más rádiórendszerekkel, más lézertávmérőkkel vannak felszerelve, ezt meg kell tanulni, ez legalább 2-3 hónap. Tehát igazából minden, ami ilyen például új típusú leopárd érkezik, ez nem lehet azonnal használni. Nem, pontosan. Azt viszont senki nem vállalja be, hogy hozzá vezetőt is ad, és irányzót is ad, és parancsokat ad, hiszen akkor az életét kockáztatná. Tehát megkapják a lengyelek. Bocsánat, hogy kicsit elkalandoztunk, de ez ugye most teljesen friss hír, hogy Lengyelország zászlóit. Ami fontos, igen, hogy amiben a legnagyobb segítséget kapta Ukrajna, páncéltörő és kézi légvédelmi rakétákban. Ezekkel tudták ellensúlyozni a orosz támadásokat. Ez mit jelent, -10-11 7000, ez darabszámot jelent? Igen, ezeket folyamatosan kapták. Közel 30 ezer kézi páncéltörő fegyvert kaptak Nagy-Britanniából, Németországból, a Panzerfaust 3-at, illetve a Javelin páncéltörő rakétát, ami fölülről semmisíti meg a harcot. Ez az, amit a vállára tesz a katona. Pontosan. Indít, célra tart, ez ilyen lézerirányzékkal működik, vagy hogy működik? Ez már nem olyanok, mint a régi RPG-k, igen, tehát ezek már sokkal modern. Ez már a lőtt ki és felejtsd el elven működik. Régen ugye addig a cél keresztet rajt kellett tartani a harckocsin, amíg be nem csapódott a rakéta, itt most kilövi a rakétát, és már is bújhat fedezékbe. Milyen hatótávolságuk van ezeknek? A Javelin az gépjárműről telepítve 4 km, gyalogosként 2,5-3 km, viszont 900 mm páncél átütésére képes, és ilyen harckocsin nem igen van a világon. Tehát magyarul minden harckocsit megsemmisítenek. Ez kifejezetten védelmi eszköz, ez nem támadó. Pontosan. Mi az, amit lent látunk? Lent azokat az eszközöket látjuk, a tüzérségi eszközöket, hiszen ugye legalább 10-szeres fölényben volt Ukrajnával szemben Oroszország tüzérségi eszközök tekintetében. Régen ezt hittük ágyúnak. Így van, pontosan. Bocsánat, nem annyira katonai szakifejezés, csak hogy civileknek készül a beszélgetés. Itt. Tehát ilyenből kaptak összesen mennyit? Körülbelül 600 tüzérségi eszköze van most Ukrajnának, ebből 200 körülbelül olyan típusú, amit nyugatról kapott. Ugye itt is ugyanaz a probléma, ehhez másfajta lőszer kell, másfajta kiképzés. Illetve a nagy hatótávolságú fegyverek fontosak még, a harckocsikról beszéltünk. Itt légvédelmi komplexumokat kaptak, sorozatvető eszközöket, amivel tudták. Ezek harckocsira szerelhető? Nem, ezek légvédelmi rakétakomplexum, ezeket Szlovákia és egyéb országok adták át. Itt látjuk a HIMARS sorozatvetőrendszert,
a Mi 17-es pilóták, illetve helikoptereket, amivel szintén kitől kaptak Mi 17-eseket? Szlovákia és Csehország biztosított ezeket. Ez kifejezetten szovjet technika, ilyen Magyarországnak is van Mi 17-es helikopter. Illetve ez biztos, hogy tudják. Adott át olyanokat, amelyeket Afganisztánnak szántak, de nem került már a hadszintérre. Afganisztánnak akartak adni, de már nem vitték ki oda. Így. Jó, rendben van. Nézzük tovább. Az ukrán kérés az már tavaly megfogalmazódott, hogy teljesen tudják támogatni és ellensúlyozni Oroszországot. 500 harckocsit igényeltek, legalább 300 sorozatvető eszközt és 1000 tüzérségi eszközt. Tehát ez volt a kérés. Igen, a kérés az volt. Tehát ez lett volna, ha jól látom, akkor 500 harckocsit, most ehhez képest kaptak. 270-et mindez idáig. Ez sorozatvető, a HIMARS sorozatvető rendszer, MLRS sorozatvető rendszer, de ugye képzeljük el, hogy ez milyen kevés, hiszen ez a 50 darab eszköz, ez majdnem 1000 kilométeres arcvonalon van, tehát 20 kilométerenként jut egy sorozatvető eszköz Ukrajnának. Szinte semmire sem elég. Nagyon kevés. Igen. Tüzérségi eszközben viszonylag sokat kaptak, 250-et, ezzel a sok-sok veszteséget sikerült pótolni, illetve ugye a háború második fázisában kapták meg a Panzerhaubitze 2000-et, amit Magyarország is rendszeresíteni fog, 24 darabot, illetve M109-es önjáró tüzérségi eszközöket. Ezek azok az eszközök, amivel próbálták az orosz erőfölényt mindenképpen megakadályozni. Ellensúlyozni. NATO országok. Az előbb beszélgettünk, hogy melyek azok a NATO országok, akik ugye nagyon lelkesen segítenek. Érdekes, hogy nemrég nálunk a Spirit FM-ben benn volt a cseh nagykövet, aki folyékonyan beszél magyarul, és azt mondta, hogy Csehországban Ukrajna támogatása az prioritás. Tehát nekik történelmileg, politikai ellenállás szempontjából, segélyezés szempontjából mindenképpen egy ilyen kiemelt dolog az, hogy Oroszország segíts. És az előbb mondtad is, hogy Csehország az egyik fő támogató ország. Azért az ábrából az is látszik, hogy elfogyott a támogatás, hiszen ezek főleg orosz típusú eszközök voltak a sorozatvetőket leszámítva. A legtöbb ország ugye ezt a gyűrűelvet alkalmazta, hogy odaadja a T-72-es harckocsiját, Szlovákia, Csehország, Szlovénia, és kér érte Leopard 2-est a németektől. Ez ugye most már több nyugati ország is jelezte, hogy saját biztonsága veszélyeztetése nélkül nem tud harckocsit és harcjárművet adni. Elfogytak ezek az eszközök. Amiről beszéltünk, hogy most rengeteg eszköz kapott Ukrajna, ez most ez a tendencia, ez az a diagram, amit mutattál, meg láttam, az egy folyamatosan emelkedő diagram volt. Most vagyunk ott, hogy vége? Tehát január lesz az a hónap, amikor mindenki azt mondja, hogy ennyi volt? Vagy az amerikaiak ugye most megint aláírtak egy nagyon komoly donációt? Igen, pontosan. Ugye a HIMARS-ot szeretném még bemutatni, hogy ennek a hatása egy 70 kilométeres sávban jelentkezik. Ugye a Herszoni... Ez most mennyi van nekik, lehet tudni? Ebből 20 darab van, és még 18-at kapnak. Tehát 38 darab ilyen sorozatvetőjük lesz. Ez 6 darab rakétát tud egy időben kilőni. Ezek 227 mm-esek. Ez az a... Ki gyártja? Ez az Amerikai Egyesült Államok, és közel 5 millió dollárba kerül egy készlete ennek az eszköznek. A rakétája olcsóbb, viszont nem kaptak meg minden rakétát hozzá, hiszen ha megnézzük, hogy az 500 kilométeres rakéta típust nem adta át Amerika, hiszen fél attól, hogy eszkalálódna a helyzet, ha nagy orosz városokat lőnének ezekkel az eszközökkel. Ez már nagy hatótávolságnak. Ez nagy hatótávolságnak, hát az fél 500 kilométerre. Az azt jelenti, hogy akár Szentpétervárra is el tudnának lőni. Odáig nem, de Moszkváig Ukrajna már... keleti részéről ez már belőhető lenne. Tehát tulajdonképpen akkor Amerika is azt mondja, hogy ad rakétákat, de nagy hatótávolságot már nem ad oda Ukrajnának. Nagyon diplomatikusan fogalmazta, hogy ne eszkalálódjon a háború. Tehát az ukránok még véletlenül se rendelkezzenek olyan fegyverrel, amelyik igen, agresszívvá tenné őket, vagy agresszorra. Tehát hogy... sokkal jobb, hogyha védelmi fegyvereket kap, tüzérségi eszközöket. Uh-huh. Igen, tüzérségi eszközöket, tehát tulajdonképpen védelmet tud folytatni, igen. Nagyon sokat dolgoztak azon is a hadseregben, illetve te is a munkahelyeden, hogy elemzitek a háború folyását. A tél az orosz
A tél az egy nagyon fontos tényező, ugye nagyon-nagyon hideg van, sokkal hidegebb van ott, mint itt. Igen. És az orosz támadásokban, akár az első, második világháborúban, az mindig egy külön tétel volt, hogy mi történik télen. Van erre elemzés vagy gondolkodás? Igen. Mielőtt tovább megyünk a következő sorozatra. Igen, ugye a térképeken jeleztük, hogy közel meg tudjuk nézni. Vissza tudunk menni, igen, az arányokban, hogy jelen pillanatban az a 200 ezer orosz, az tartja az arcvonalat és felkészül. Beérkezik hozzá további 220 ezer, akkor rengeteg ember jön. Rengeteg ember jön, ezt főleg a Donyeckbe várjuk, illetve meg fogják erősíteni azokat a területeket, ahol ők várják az ukránoknak a támadását ebből az irányból, hiszen az ukránoknak itt van lehetősége kettévágni az oroszokat, Melitopol és Mariupol irányába a hírhet város, amit nagyon hosszú ideig ugye ostromoltak. Tehát akkor ezen a területen azt lehet mondani, hogy az oroszokat itt lehetne ketté vágni, hogy nem lesz meg a Donbasszi és a Krím-félsziget közötti erre összeköttetés. Itt, nem igen. Tudom lerajzolni, de az a lényeg, hogy itt és itt, de akkor a Krím-félszigetre sem jutnak ki. Igen, ott bejön, így. Tehát ezt a részt szeretnék ketté vágni a orosz haderőből. Viszont ha beérkeznek a megerősítések, akkor ők pedig tovább fognak támadni a Donbasszban. Van arra elemzés, hogy meddig akarnak menni az oroszok? Tehát, hogy például az orosz nyelvű lakosság, vagy az, igen. Annak már hány százalékát tudták konnektálni, vagy nem tudom, melyik a legtöbb. Kimutatások, de körülbelül az a terület, amit az oroszok szeretnének. Ebből itt mind orosz ajkú lakosság is van, tehát annak már vegyes a felét lakosság, annak a fele van meg körülbelül, igen. Bocsánat. Tehát akkor a felét foglalták. Felét foglalták el, de mi azt mondtuk elemzésként, hogy nem véletlen duzzasztották meg ezt a folyót, itt tovább nem akarnak menni. Ezeken a területeken a Luhanszki megye ugye teljes területére megvolt már, a Donyeckiből még 40%-ot el kellene foglalni, akkor lehetne orosz részről tárgyalóasztalhoz ülni. Folytatjuk a következő sorozattal, jó? Jó. Folytatjuk is, most beszéljünk különösen azokról a fegyverekről, hogy milyen különleges fegyvereket kap Ukrajna. Tehát tulajdonképpen ezektől a fegyverektől lesz egy nagyon vegyes, a régi szovjet cucc és a legmodernebb amerikai, vagy például német. És gyorsan már ki is tettél a képernyőre, miközben egy másodperccel leálltunk, de közben a képernyőre már ki is tette Resperger ezredes nekünk, hogy mit is látunk, ez a Bradley. Ez egy gyalogsági harcjárm, ez a legmodernebb M2-es változat. Ez a GHJ egyébként, ez egy nagyon katonás kifejezés. Így van, a gyalogsági harcjármű. Ugye ez a gyalogságot szállítja, elviszi addig a területig, ahol harcolni kell. 10 ember fér bele, vezetővel, parancsnokkal, irányzóval. Ezzel egy zászlóaljat tudnak felszerelni az 50 itt már az van felső, hogy miket kapnak az amerikaiaktól? Amit kapni, így van. Önjáró tüzérséget kapnak, M109-es. Ez egy nagyon modern tüzérségi eszköz. Bár bocsánat, akkor az előbb, amit mutat, ebből 50-et. Ebből 50-et, így van. A 12 HIMARS, amit az előbb láttunk. Az előbb láttunk pontosan. Igen, az 55 darab. Különböző eszközöket kapnak, még páncélozott eszközöket, nagy aknavédelemmel szemben, hiszen nagyon sok aknamezőt telepítenek a mostani háborúban, ezt tapasztaljuk. Tehát kell olyan eszköz, amivel át lehet menni ezeken, illetve megvédi a személyzetet. 138 nalak Hemvit kapnak, ezekkel a gyalogságot lehet gyorsan elszállítani, illetve a régi páncélozott szállító harcjárművet. Hát őt már a vietnámi háború óta ismerjük. A 100 darab M113-asat, igen. Lőszerben kapják a közel 70 ezer darab 155 mm-est, és kapnak 8 ezer darab úgynevezett lézervezérelt 155 mm-es lőszert, ami 1-2 méteres pontossággal pusztítja a orosz erőket. Ami valójában elindította az egész folyamatot, a francia elnök felajánlása, hogy AMX-10 könnyű harckocsit bocsátanak rendelkezésre. Ugye az afrikai hadszintérre tervezett könnyű páncélvadász és felderítő jármű, 4 fős kezelőszemélyzete van. Ez két, harckocsi? Könnyű harckocsinak tanknak minősül. Tanknak hívhatjuk? Mondhatjuk, igen, mondhatjuk. Tudom, te harckocsizó vagy, és nem nagyon szereted ezt a kifejezést, de érdekes, hogy gumikereke van. Így van, hát ugye ez a megfelelő afrikai hadszintérre készült. Nem jó a láncdarab. Ott annyira nem jó, igen, a vizesebb területeken, illetve az öbölháborúban vett részt 91-ben egy egész ezreddel vettek részt. Mennyit adnak ilyenből?
Erről még nincs információnk, de valószínűleg 10-15 darab érkezik. 105 mm-es harckocsijával rendelkezik, ez támogathatja a lövészeket, de igazából nem a harckocsik ellenfele. Kicsit erősíts meg, 15 darab egy ekkora háborúban egyáltalán ez tényező, kettő, ehhez is kéne egy személyzet, aki ezt megtanulja, pontosan, hogy kell vezetni, hogy pontosan kell célozni, hogy hogyan kell lőni. Szóval ez kicsit ilyen neszesen mi fog hát meg. Jó, nem degradálni akarom a francia felajánlást, de hát igen, de ki mikor hogyan fogja kiképezni rá is 15 darab, hát egy nem tudom, 1500 kilométeres fronton. Hát nagyon kevés. Meg hát kevés, ugye? Ahogy az egyik szakértő fogalmazott, ez egy logisztikai rémálom, amit most kaptak, hogy amerikai, francia, német eszközök, Marder harcjárművek, mindegyikre más kiképzés, és teljesen más logisztika van. Arra nem is beszélve, az egyiknek kirugad a kereke, vagy egyikhez kell egy alkatrész. Az így van. Kész, ott is marad. A légvédelmi rendszert szeretném bemutatni, és ebből látszik az ukránok filozófiája, hogy egyrészt Kijev környékét szeretnék mindenképpen mindenféle légvédelmi rakétával oltalmazni, hiszen egy főváros nagyon fontos. A másik terület ugye az a frontvonal. Itt látjuk, hogy a kék NASAMS rendszert fogják alkalmazni, de ebből se kaptak sokat. Vagy ha megnézzük, hogy például a IRIS rendszerből mit kaptak, illetve összesen egy Patriot rakéta rendszert kaptak, ez még a főváros oltalmazására sem elég. Ugye a rakétákat, ha áttekintjük, ez az a Patriot rendszer, a világ legdrágább légvédelmi rendszer. Ez egy amerikai rendszer. Amerikai. Ebben 4 darab ilyen eszköz van, mindegyik 4 rakétát tud indítani, 1 milliárd dollárba kerül egy jármű. Tehát azt mondtad, hogy egy rendszert kaptak, egy rendszerben 4 van, 4-ben 4 rakét, az összesen 16 darab rakétát kaptak. Tehát ezzel kéne megvédeniük Kijevet. Igen, illetve hát a legnagyobb gond, hogy ugye kiszámoltottam a hadművészeimmel, hogy 600 ilyen rakétára lenne szükségük Ukrajna megvédéséhez, az 600 milliárd dollár. Itt egy rakéta, ugye az 1 millió dollárba kerül. Ami tehát egy ilyen egy, úgynevezett... A tubusban hívjuk, ez 4 rakétát tud, nagyon nagy hatótávolsággal rendelkezik, mert felderít közel 250 kilométeren már, hogyha jön valami repülőeszköz. Viszont egy ellen ez sem alkalmas, az úgynevezett Kinjal hiperszonikus rakétát, ő sem tudja az lelőni. 10 maggal, vagy talán 10 maggal megy, így van. 10.000 kilométerben órával. Ez meg 5-öt tud, tehát kétszer akkora sebességgel érkezik a Kinjal sajnos. De azt még nem lőtték? 4 darabot már kilőttek az oroszok különböző célpontokra Ukrajna területén. Ezt látjuk a rendszerben. A másik, amit Iris, egy másik rendszer, közel 40 kilométeres hatótávolsággal rendelkező rakétarendszert látunk, ebből 4 készletet kaptak. Tehát ez is egy logisztika. Hova vitték az ukránok ezt? Ezek főleg a nagyobb városok védelmére összpontosítják. Tehát nem vitték el a frontra ezeket? Mert... Ezek nem szeretnék, igen. Igen. A másik ugye, amiről beszélünk, mindig a különböző bázisokon nézik a személyi veszteséget, és itt jól látható, hogy augusztushoz képest van egy törés, közel háromszorosára nőtt a harc intenzitása, főleg a Donbaszban, háromszor annyi a sebesült és a halott, itt látható a napi 800 személy. Ugyanez a másik vezetett adatsor, hogy mennyi magasrangú tábornokot, tisztet lőtek ki, és ugye ami a nehézsége a rendszernek az oroszoknál, hogy ott mindent a tisztre bíznak, és közel 1600 tiszt veszteségük van, ami nagyon jelentős, főleg ha az szakasz, század vagy zászlóaljat vezet. A háború árát is mindig megkérdezik tőlünk. Ez azt mindenképpen jelzi, akartunk beszélni a pénzről. Tehát a ugye pénz az egy fontos dolog, de nagyon jól látszik, hogy a katonát, ha elviszem háborúba, annak költsége van, etetni, itatni kell, egy-egy kilőtt eszköznek szintén nagy része van, mibe kerül egy-egy eszköz, és azt lehet mondani, hogy naponta 300-325 millió dollárba kerül ez a háború Oroszországnak. Oroszországnak. Tehát ez most az orosz költségeket? Igen, ez az ő veszteségeiket mutatja. Napi 300 millió dollár. Igen, 340 milliárd dollár tartalékkal kezdte Oroszország ezt a háborút. Ez közel 600 napra elegendő lenne. Most tartunk körülbelül a 300. napnál. Így igen. Van, de ebből a 340 milliárdból közel 100 milliárdot zároltak, tehát még 50 nap lejön a
háborúból. De ez azt jelenti, hogy a tartalékot tekintve akkor is még akár egy évig is van tartalék. Közel, ha nem túl nagy intenzitású konfliktus akkor még lesz, 10 hónapig legalább van. Így van. Tehát ezek a veszteségek. Ugye az atomerőművekről is beszélni kell, hiszen ezek is stratégiai célpontok. Amit a legtöbbet beszélünk, ugye ez a zaporozsiai atomerőmű, ez orosz kézen van, ezért furcsa nekem sokszor a média, hogy lövi az orosz erő a zaporozsiai atomerőművet. De jól tudom, hogy az ukrán munkásokat behagyták. Tehát behagyták, azokkal próbálják megvalósítani a rendszer. Ami érdekessége, hogy egy 350 kilovoltos vezeték volt korábban is a Donbass irányába, csak az ukránok ezt nem működtették akkor, így nagyon sokszor áramhiány volt ebben a részben. Az oroszok ezért is szállták meg, hogy a Donbassnak az áramellátását biztosítsák. És most biztosítják? Most, ahogy tudják, hiszen nagyon sokszor támadás éri, akkor le kell állítani ezeket a rendszereket. Most azt mondod, támadás éri, akkor most tulajdonképpen az ukránok lövik? Ukránok általában tüzérséggel. Mondjuk a műhold felvételek alapján azt látjuk, hogy a reaktorok környékét mind a két fél iszonyúan kíméli, tehát a közelében a lakótelepet meg a környezetét lövik mind a két oldalról sokszor. Ugye ezek az erőművek még nem a harmadik generációs erőművek, hiszen azoknál úgy tervezték meg őket, hogy mind az emberi hibát, mind egy repülőgép becsapódást ki kell bírni a reaktornak. Ezek még régebbi típusúak. Ez olyan, mint Csernobil. Csak kétszer akkora. Igen, ez a legnagyobb, hiszen 6-350 megawattos reaktor van benne, működik. 6 reaktoros, így van. Azt mondtad, beszéljünk a többiről, ezeknél nincsenek harcok. Ezeknél nincsenek, ugye ezeknél az oroszok azt követték, hogy inkább a agregátor részeket és a vezeték elosztó pontokat támadták, és ezért volt, hogy Ukrajna területén közel 50%-ban is áramhiány volt, hiszen stratégiai célpontok ezek is. Illetve arról is beszéltünk, hogy ezeknek a nukleáris erőműveknek a működéséhez fűtőelemek kellenek, amit egy évente, másfél évente ki kell cserélni. Viszont csak olyan típussal lehet kicserélni, amivel eddig is működött, ezt viszont pontosan mind Oroszországból kapták, és most nem valószínű, hogy az oroszok fognak nekik adni fűtőelemet, ez viszont egy idő után leálláshoz fog vezetni, mert különben nem tudják működtetni. Igen, ez az egyik legnagyobb problémája az ukrán hadviselő félnek, hogy orosz rendszerek vannak az atomerőművekben, az energiaellátásban is. Tehát hiába szeretne a nyugat segíteni, hogy helyreállítsanak egy, mondjuk csak egy normál erőművet, vagy egy transzformátorállomást, teljesen más rendszereken működik, tehát sokszor ez problémát okoz. És akkor még egy videó, beszéltünk a Leopárdról, most kaptak ilyet, most van ilyen az ukránoknak? Még nincsen erre politikai döntés, van elég nagy a politikai vita Németországban arról, hogy Scholz kancellár aláírja ezt, vagy ne. A lengyelek adnak ilyet, vagy még nem biztos, hogy adnak. Hát ők eldöntötték, hogy akarnak adni. Ők akarnak, igen, csak a német aláírásra szükségük van. Németország nem tud adni, nincs annyi neki. Ugye a gyártókapacitások le vannak kötve például a magyar Leopard 2A7 44 darab gyártása kapcsán. De sokkal tehát modernebb lesz ennél, sokkal modernebbet kapunk. Ez a típus ugye 120 mm-es ágyúval rendelkezik, légvédelmi, illetve párhuzamisított géppuskával. A túlélő képessége nagyon jó az ilyen eszközöknek, és egy precíziós fegyver. De az egy dolog, hogy adnak a lengyelek, utolsó végszó, és tényleg már mindjárt befejezzük, de hogyha kapnak is a lengyelek, még a kérdés az, hogy a németek adnak-e hozzá lőszert vagy sem. Vagy a lengyelek tudnak hozzáadni? Tehát, annyi készletük van, hiszen az a 14 harckocsit az lehet biztosítani, csak itt is a kiképzés. Ugye egy Patriot rakétára hadd térjek vissza. Igen? 15 hét az alapképzés hozzá. Az ukránok most 2 hetes képzést kapnak. Amerikában, Oklahomában a font... Oda vittek ukrán katonákat? Igen, kiképzésre a Patriothoz. A logisztikai kiképzés 43 hét a Patriothoz. Ezt is rövidebb idő alatt szeretnék megcsinálni. Katonaként ki lehet ennyi idő alatt képezni valakire? Tehát én mondjuk teljesen naív vagyok és civil, és azt mondod, hogy kapunk egy ilyen... Segít-e azt, hogy tudtam előtte T-72-est vezetni, vagy tök előről kell kezdeni az egész? Sajnos mindent előről kell kezdeni, illetve gondoljunk bele, hogy ebbe az ukrán haderőbe van amerikai, van német, francia, lengyel, francia eszköz. Ehhez minden embert kell találni, aki legalább érti az alapnyelvet, majd beül egy harckocsiba, egy németbe, amiben sajnos nincs civil felirat.
Nem, hogy cirill felirat, minden németül van. Az amerikaiban minden angolul van, a franciában minden franciául van. És gondoljuk el, hogy ha ezeket kiképeztem, ezek kikerülnek a frontra, ezekből bárki megsebesül, meghal, nem tudom pótolni. Tehát a harckocsi se fog működni, ha egy ember elveszik belőle. Tehát iszonyú nehéz logisztikai helyzetben vannak. Nagyon fontos eszközök, sokat segíthetnek, de a probléma az a logisztikában van. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megnéztetek és meghallgattatok minket itt az ATV YouTube csatornáján. Resperger Ezredes úrnak nagyon szépen köszönöm, hogy segített. Köszönöm. Átvettük a legérdekesebb és a legaktuálisabb történeteket fegyverekről, támogatásokról, pénzről, áldozatokról. Biztos, hogy folytatjuk még. Egy körülbelül 10 nap múlva, vagy 2 hét múlva jelentkezünk még egy ilyen beszélgetés, a Ezredes urat akkor is megkérem, hogy nézzük meg, hogy akkor mi lesz az aktualitás, éppen hol tart az orosz tél, az ukrán tél, illetve hogy éppen milyen harcok vannak, éppen akkor mi történik a fronton. Én még egyszer köszönöm mindenkinek, aki végignézett itt minket a YouTube-on. Köszönöm szépen Resperger úrnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet katonai tanszékének, a vezetőjének, hogy itt volt velünk. Köszönjük Kátai Kristófnak, aki volt most a technikusunk és az operatőrünk, azt szoktam mondani, a technikusok álló csillaga nálunk a Spirit FM-ben. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek, itt voltunk a YouTube csatornán, az ATV YouTube csatornáján, és folytatjuk nem sokára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.